Sziasztok, gyerekek, üdvözlök mindenkit, Ede bácsi vagyok. Hát itt sajnos nincsen senki. Hát azt ígértétek, hogy lesznek gyerekek? Ja, hogy most nem lehet. Híha, akkor hogy fogom elmesélni ezt a történetet? Ezt végig kell gondolnom. Addig leülök ide picit, ráhangolódom. Bárányfelhők fenn az égben, hólabdákká fagytak csendben, ha a farkas rájuk ész, hó lepi a hegytetőket. Bárányfelhők fenn az égen, hólabdákká fagytak csendben, ha a farkas rájuk ész, hó lepi a hegytetőket. És akkor hó, hó, hulla hó, 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 hulla hó. Valami ilyesmi történetett ma reggel is. Ugyanis én nem idevalósi vagyok, mert nálatok itt nincsen hó, csodálkoztam is. Én Tápiusz-Szecs Röcsög mellett lakom, mindjárt ott a Kriszkindliéken túl a Nakaszlinál, és ma reggel leesett a hó. Úgy szoktam leellenőrizni, hogy kinézek reggel az ablakon, és hogy a szomszéd háztető piros, akkor nem esett le a hó, vagy piros hó esett. Ha fehér, akkor meg hó esett, vagy zúzomara, vagy dér, de azért inkább mindig oda megyek az ablakhoz, kinézek, és a szomszéd ház előtt van egy ilyen nagy mező. És ma reggel az a mező hómezővé változott. Néztem ki az ablakon, és láttam, ahogy hómezőben jégvirág, jégvirágon hómadár, hómadáron jégkabát, jégkabáton hócipzár. Ja, hogy a hómezőt se tudjátok elképzelni. Én már nem tudtam hozni havat, mert nem fért be az autómba. Na mindegy, ezzel a lepedővel megpróbálom ezt itt illusztrálni. Mondjuk akkor képzeljük el, hogy itt van egy ilyen hómező, ilyen lejtős hómező, vagy valami hasonló. Képzeljük el, ez a hómező, jó? És akkor nézzük, hogy volt. Hómezőben jégvirág, jégvirág, hát azt se hoztam. Reméltem, hogy be lesz fagyva az ablak, aztán megmutatom, milyen egy jégvirág, de nincs befagyva. Azt egy zsebkendővel lehet, hogy meg tudjuk oldani. Nézzük, mondjuk formáljunk egy ilyen jégvirágot, aztán ezt így, hát, gyerek szokott segíteni, de hát így is jó lesz. Hómezőben jégvirág, jégvirágon hómadár, hómadár. Hát azt mondjuk otthon tudtok így a képernyő előtt jó így egy ilyen madarat csinálni, aztán körbe-körbe röpköd. Nézzük még egyszer. Hómezőben jégvirág, jégvirágon hómadár, hómadáron jégkabát, jégkabáton hócipzár. Ez a hómadár, igazi jó madár. Ez a hómadár, igazi jó madár. Ez a jó madár volt. De nem olyan jó madár, akire azt mondtuk volna, hogy jó madár, nem. Rá mindenki mindig azt mondta, hogy hát ez egy jó madár. Na megmutatom, mi történt. Ezt elteszem később, ha meghatódok önmagamtól, ezt kell. Ezt meg félretesszük. Ez a jó madár ugyanis odarepült a szomszéd hóemberhez, és butaságukat suttogott a fülébe. Ugyanis ott volt az udvar közepén egy hóember. Hogy hóember sincsen. Reménykedtem, hogy itt lesz az udvaron egy hóember, behozom, és akkor, amíg nem olvad el, addig ezt elmesélem, de nincsen hóember. Na mindegy, megmutatom, hogy kell csinálni hóembert, ha véletlenül otthon nincsen hóember, meg hó. Akkor az a legegyszerűbb, hogyha fogtok egy ilyen gitártartót, ez mindenkinek van otthon a Spice-ban, és előveszitek valamely gitártokot, én akusztikus gitártokot szoktam ajánlani, így ezt így beleállítjátok így a gitártartóba, és már meg is van akkor a hóember forma így körül vagy belül. Hogyha ez így nem működik,
mert mondjuk így eldől, bocsánat, akkor még egyszerűbb, hogyha félreteszitek a gitártokot, tartót, és simán fölállítjátok a gitártokot, így megáll magában. Így, ennyi az egész. Na most, hát igen, ez mondjuk fekete, egy szomorú gitártartó, de hogyha mondjuk van egy ilyen lepedőtök, azt szépen így ráhúzzátok, és már megoldottátok ezt a problémát. Mindenkinek van otthon egy lepedője, ezt így szépen ráhúzod a gitártokra, és már meg is van a hóember forma, ugye? Hát várjál, mi kell még neki? Ja, sapka. Hát mindenkinek van otthon egy ilyen kalapja, mondjuk a morzsi lábasa, abban meg széndarabok, teszel ide mondjuk egy szemet, hogy jól lásson, egy másikat, hogy sztereóba lásson, ide teszünk neki mondjuk egy fogat, hogy szép fekete foga legyen, mint majd neked is lesz karácsony utána sok csokitól. Ez az nagyon jó. Egyébként tudjátok, kik találták ki a csokit, hát a fogorvosok. És teszünk ide mondjuk egy gombot, nehogy lessen az inge, ide teszünk még egy gombot, nehogy lessen a nadrágja, ide teszünk egy gombot, nehogy lessen a vércukorszintje, és ide teszünk egy gombot így tartaléknak, és természetesen egy orrot is teszünk ide a közepére, hogy mindenbe bele tudja ütni, a kalapot pedig a fejére, sőt, még egy sálat is kötünk a nyakába, így, né? Ez az, és már meg is van a hóemberünk. Na nézzük, hogy volt. Igen, ez a jó madár, hómadár oda repült a füléhez, mutatom, és butaságokat suttogott a fülébe. Azt mondta neki, hóember, most leveszem a kalapot a fejedről. És lelökte a kalapot a fejéről. Hóember, most fázik a fejed. Hóember, most leveszem a sálat a nyakadról. És levette a sálat a nyakáról. Hóember, fázik a fejed, fázik a nyakad, vacogsz, diteregsz, majd megfagysz. És ez a szegény szerencsétlen hóember annyira buta volt, egy hógolyó volt az agya, így elkezdett remegni és vacogni. Ez a jó madár, hómadár pedig nagy röhögések közepette elrepült. Szegény hóember ott vacogott a kert közepén, rossz volt hallgatni. Megvesz engem az Isten hidege, vicegek, vacogok, hangosan kopogok, tipegek, topogok, majdnem megfagyok. Én ezt nem értem, fázik a hóember. Így vacogott szegény szerencsétlen hóember, egészen addig, amíg föl nem ébredt, a legöregebb varjú ott ült a fa tetején fölötte. Fölébredt, oda repült, és azt mondta. Hóember, hát öltöz fel. Hóember, hát öltöz fel. De szegény hóember nem tudott egyedül fölöltözni, hát butácska volt, egy hógolyó volt az agya, de szerencsére a legöregebb varjú szólt a madaraknak, szólt 12 cinkének, azok a pici lábacskáikkal elkapták a kalapot, repültek, és föltették a fejére. Akkor a legöregebb varjú szólt 4 búbosbankának és 9 vöcsöknek, azok elkapták a kis lábacskáikkal a sálat, repültek, és visszakötötték a nyakába. Ekkor a legöregebb varjú azt mondta hóembernek, hóember, hát te nem fázol, hisz hóból vagy, de hogy megnyugodjál, fölöltöztettünk, de nem fázol, érted? És a hóember erre azt válaszolta, hogy nem volt egy okos ember ez a hóember. Na, én már akkor néztem ki az ablakon, mikor ott vigyorgott a kert közepén. Néztem, láttam és mondtam. Ma kora reggel a havas kertben állt egy hóember seprő kezében, fej morzsi lábasával, répa orral kint a hóban, ki gondolta volna róla, hogy nem sokára táncot rop majd. Még hozzá málna ízű jégcsapokkal, ezer gongóz dérfagyival, karamellázú zmarával, vaníliás hótortával. Szánkózás közben a szomszéd gyerek kérdezte tőle, hány éves lehetsz? Én a sajnos nem tudhatom, sose volt még szüli napom. A kis süt a nap, én elolvadok, s minden jóról lemaradok. És
És miről marad le a hóember, ha elolvad? Hát a mána ízű jégcsapokról, ezer gombóz dérfagyiról, karamellázus marárról, a vaníliás hótortáról. Ezért ne csüggedj, hófehér ember, nagy ünnepséget rendezünk menten. Itt lesznek a hóemberek, hólányok, hógyerekek, hógolyóznak önfeledten, s hópihékkel énekelnek. És miről énekelnek? Hát a mána ízű jégcsapokról, ezer gombóz dérfagyiról, karamellázus marárról, vaníliás hótortáról. Így aznap este a havas kertben 77 hóember jött vendégségbe. Ki hallott már ilyen zenét? Fejük fölött fütyült a szél, talpuk alatt hízott a jég, s örültek, hogy kemény a tél. De minek örültek a legjobban? Hát a mána ízű jégcsapoknak, ezer gombóz dérfagyinak, karamellázus marának, vaníliás, vaníliás, vaníliás hótortának. És így vigyorgott a hóember boldogan a kert közepén. És ott volt 77 hóember vendégségben, a szomszéd gyerekek muzsikáltak. Várja, 77 hóember. Kéne nekem 77 gyerek, akik eljátsszák ezt a 77 hóembert, de nincsen gyerek. Ajjajjaj, na mindegy, akkor ezek a pólók szimbolizálják majd a 77 hóembert. Itt azt mondja, hogy 10, mondjuk 20. Ide teszünk egyet, mondjuk ez lesz akkor a 30 hóember alakul. Azt mondja, hogy 40 hóember, 55, 66 és 77. Akkor ez meg is van. Málna ízű jégcsapokkal, ezer gombóz. Nagyon jó buli volt, és akkor egyszer csak jött a szomszéd gyerek, a Géza. Gonosz Géza. Gézát mindenki ismerte a környéken, mert Géza nem volt egy jó gyerek, viszont nagyon rossz volt. Mondjuk nem volt jó indulatú, viszont nagyon rossz indulatú. Volt, mondjuk nem volt okos, viszont nagyon buta volt. Én mindenki tudta, ilyen évvesztes gyerek volt, ilyen 9 éves nagycsoportos, és mindig sapka volt a fején, könnyű volt fölismerni, de nem így normálisan, hanem így fordítva volt a sapka fején. Szemöldöke mindig fölfelállt, a szája meg lefele. És Géza nagyon szerette, ha buli van, most is hallotta, hogy buli van a szomszédban, a hóember születésnapja. Hát őt nem hívta senki, mert féltek tőle, és különben se szerették, de hallotta, hogy buli van, és ha meghívták, hanem átugrott a kerítésen, oda ment a helyszínre, és azt mondta, hogy... Géza mindig ezt szokta mondani. Mi van, he? És fogta a hóember söprőjét, és szépen elkezdte agyusztálni. Először egyenként a hóembereket rugdosta és ütögette szét. Mi van, he? Mi van, he? Mi van? Ha, mi van? Mi van? Ha, mi van? Volt, amelyeket átrúgta a kerítésen, volt, amelyeket a földbe döngölte, volt, amelyeket szétrugdosta, és a végén meglátta a hóembert is, a születésnapust, fogta a söprűjét, és csak annyit mondott. Mi van? Ha? És szegény hóembert addig ütötte, verte, rugdosta, míg nem maradt belőle más, csak egy szétrugdosott szerencsétlen hókupac, egy-két széndarabban répaorral. A sálat levette a nyakából, nem kérte el tőle, hanem elvette. És szegény hóembert addig ütötte, verte, rugdosta, míg nem maradt belőle más, csak egy szerencsétlen szétrugdosott hókupac. Ekkor Géza átugrott a kerítésen, és elment. Ja, a söprűt még utoljára így belállította a hóemberbe, átugrott a kerítésen, és hazament. A kertben nem maradt más, csak szétrugdosott hóemberek, szomorúság, sötétség, fekete-fehér foltok. Ja, ugyanis tudod, hogy rugdosta a havat, a vakontúrásokat is szétrugdosta, de néhol piros, sárga és kék foltok is látszottak.
ugyanis Géza nyáron a szomszéd kislányoktól ellopta a játékokat, és elásta őket a homokozóban. És most, ahogy rugdosta a havat, véletlenül ezeket a sáros játékokat is kirugdosta a hóra. És szegény játékok ott hevertek szerteszéllyel. Nem voltak ilyen jó állapotban, hogy én most én hoztam pár játékot, például a Nyuszinak. Gonosz Géza levágta egy ollóval a fülét, én most nem akartam levágni Nyuszinak a fülét, és ott hevertek szerteszéllyel. És a játékok oda mentek egészen közel a hóemberhez, és mondták, szegény hóember, biztos rossz lehet neked, ez a gonosz Géza tönkretette a születésnapodat, szétrugdosta a barátaidat meg téged, szegény hóember. Erre a hóember megszólalt, és azt mondta, hol van a kalapja? Adjátok ezt a hülyeséget, engem nem érdekelnek ezek a dolgok. Jönnek a barátaim, és engem újra felépítenek. És ekkor jöttek a madarak, cinkék, verebek, búbosbankák, és kis lábacskáikkal nagyon-nagyon gyorsan újra felépítették a hóembert. Megigazították az orrát, egy-két színdarabot pótoltak, a kalapot is föltették a varjak a fejére, így, sőt, a söprőt is az oldalába támasztották a cinkék, és a hóembert 10 percen belül, vagy legyen 11 percen belül, ott vigyorgott a kert közepén. Szegény játékok egészen közel mentek hozzá, és mondták, hogy hóember, hát segítsél már rajtunk, nem lehetsz ilyen szívtelen, szóljál valakinek, hogy megvarhatna minket, vagy kijavítana, megmosna, vagy bevihetne a garázsba, sufniba. De a hóember nem segített rajtuk. Hiába könyörögtek neki, egészen közel mentek hozzá, de nem segített rajtuk. És akkor a Nyuszi egészen fölmászott a füléig, így, ez most nem fog sikerülni, és azt kezdte énekelni. Azt mondják a hóember, semmit sem érezhet, azt mondják a hóember, olyan-olyan szívtelen, mert jég, jég van a szíve helyén. Mert jég, jég van a szíve helyén. Szegény játékok. Így sírtak, könyörögtek neki. Ott feküdtek a hóban, és mondták, hogy engem nem szeret, nem játszik velem, én már nem kellek, nem játszik velem. Jaj, de rossz játéknak lenni, ha nem játszik veled senki. Így énekelgették felváltva, hogy jég van a szíve helyén, könyörtelen, nem segít senki. Hát, vagy egy 5 percig énekelgettek neki. És aztán egyszer csak megszólalt a hóember, és azt mondta. Jó, na, hagyjátok abba ezt a sírdogálást, könyörgést, éneklést, nem bírom már hallgatni. Mégiscsak érzek valamit. Ja, nem szeretetet, harmóniát, meg békét, hanem gyűlöletet, haragot és bosszú vágyat. Menjünk, kapjuk el ezt a gonosz Gézát. Nem tudom, mit csinálunk vele, de az nagyon. És megkérte a játékokat, hogy bújjanak bele a kalapjába. És a játékok belebújtak a kalapjába. És hóember letette maga elé a hóba, fogta a söprűjét, és mint a jégkorongozók, így maga előtt így lögdöste így a söprűvel, így a kalapot benne a játékokkal is, csúszott egyre közelebb Gézáék ablakához. Amikor odaért, bekukucskált. Most... megmutatom ezt az ablakot körülbelül, hogy nézett ki, ugyanis szerencsére van nálam egy függöny Gézáék ablakából. Megpróbálom akkor ezt itt fölállítani nektek. Odaért az ablakhoz, bekukucskált, és meglátta Gézát. Gézát könnyű volt fölismerni, függönyön keresztül is, mert hát sál volt a nyakában. A hóember sálja. Hát az ember fölismeri a saját sálját, ugye? Na nézzük. Így. Fordítva volt a sapka fején, sál a nyakában, és Géza háttal állt az ablaknak, és mozgott a válla. A hóember bekukucskált,
És először arra gondolt, aha, gonoszkodik valamit ez a Géza, biztos valamelyik játéknak vágja a fülét, vagy tépi ki a lábát, valamit rosszalkodik. De amikor hallgatózott, akkor azt hallotta, hogy gonosz Géza most nem rosszalkodik, hanem sír. Anya elment a boltba, azt mondta, sietek vissza. Azt is, hogy nagy vagy már, fiam, nem félsz, ha egyedül maradsz. Egyedül, 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 egyedül. Nézek utána az ablakon, torkomban érzek egy gombócot. Nincs mitől félni, jól tudom, de egyedül maradni rossz nagyon. Egyedül, egyedül, egyedül. A szobában furcsa hangok, a bútorok olyan nagyok, anya kendőjét szorítom, szememet behunyom. Egyedül, 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 egyedül. És Géza így sírt, és a hóember megsajnálta, és azt mondta, ne bántsuk ezt a Gézát. Nem olyan rossz gyerek ez. Nézzétek, hogy sír az anyukája nélkül. Lehet, hogy csak véletlenül rugdosta szét a születésnapomat. Lehet, hogy csak véletlenül ásott el titeket a kertben. Lehet, hogy csak véletlenül ugrott át a kerítésen, és véletlenül jött el hozzánk, és véletlenül rugdosta szét a barátaimat. Ne bántsuk ezt a szegény Gézát. Nézzétek, hogy sír szegény. Ahogy ezt így mondogatta, Géza abbahagyta a sírást, a sállal megtörölte a szemét, kiment az előszobába, kikukucskált az ablakon, hát ha jön az anya, de nem jött az anya, akkor kikukucskált a függöny mögül az utcára, hát ha jön az anya, de nem jött az anya. Aztán átment a konyhába, ivott egy pohár vizet, aztán megint kiment az előszobába, aztán bement a nappaliba, és megtalálta az apa kabátját. Tudta, hogy nem szabad bántani az apa dolgait, de most nem volt otthon senki, és Géza fölhúzta az apa kabátját. Tudta, hogy nem szabad felhúzni az apa kabátját, de most nem volt otthon senki. És Géza felhúzta az apa kabátját. Megnézte magát a tükörben, aztán belenyúlt a zsebébe. Tudta, hogy nem szabad belenyúlkálni az apa kabátjának a zsebébe, még az anyának sem. De most nem volt otthon senki. Belenyúlt a zsebébe, és az egyik zsebében megtalálta a cigarettát. Azt kivette, megszagolta, annak nem volt jó szaga, azt visszatette. Aztán belenyúlt a másik zsebébe, és ott megtalálta a gyufát. Géza tudta, hogy egy óvodásnak nem szabad bántani a gyufát. Nos, nem volt otthon senki, és Géza kihúzta a gyufát. Megpróbálta meggyújtani. Nem csinált még soha ilyet, húzogatta a dobozon, nem sikerült. Megforította, úgy is húzogatta, nem sikerült. És addig próbálkozott, még egyszer csak meggyulladt. Géza nagyon megerült. Hú, ez nagyon jó, de jó. Nézte, hogy gyufa égető, meg csak mondogatta. De jó. Ahogy nézte, hogy gyufa égető, meg csak mondogatta. Hát ez de jó, nagyon jó. És ahogy mondogatta, csak azt mondta. Hát ez, és a gyufa megstötte az ujját. És Géza eldobta, és a gyufa repült, 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 és pont rá a függöny sarkára. És a függöny kigyulladt. Először csak picit, csak így a sarka. Akkor még kimehetett volna a konyhába, és ha hoz egy pohár vizet, és lelocsolja, akkor a függöny elalszik. De Géza megijedt, és csak annyit tudott mondani. Jaj, most mit csináljak? Most mi lesz most? Mit csináljak? És a függöny lángolt. Egyre kisebb lett a függöny, egyre nagyobb lett a láng, egyre kisebb lett a függöny, egyre nagyobb lett a láng, egyre kisebb lett a függöny, és a végén már csak egy láng volt az egész, egyre kisebb lett a függöny, egyre nagyobb lett a láng, és csak lángolt, és Géza nézte, és mondogatta, jaj, most mit csináljak most, mi lesz most, mit csináljak, mi lesz most, és a függöny lángolt. És ekkor Géza, hú, várjál, hogy kéne ezt folytatni? Mi legyen? Megvan. Ekkor a hóember megszólalt az ablak alatt, és azt mondta. Játékok, maradjatok itt, nekem most
dolgom van. És fogta a söprűjét, oda támasztotta az ablakpárkányra, aztán fogta a kalapját, föltötte az ablakpárkányra, aztán a hóember szépen lassan fölmászott az ablakpárkányra, és szépen lassan, komótosan, ilyen picit résnyire nyitva volt az ablak, ilyen bukóra, bepréselte magát, és rávetette magát a lángoló függönyre. És a függöny nagy sistergések közepette elaludt. Nem maradt utána más, csak egy ilyen gőzölgő, füstölgő, büdös, ilyen havas, ilyen valami olvadt akármi, egy-két széndarabbal és a répaorral a közepén. Na, ekkor lépett be a lakásba Géza anyukája. Kizárta az ajtót, belépett a lakásba, megérezte ezt az égett függönyszagot, meglátta Gézát, összecsapta a tenyerét, és annyit mondott. Jézus Mária, kisfiam, mit csináltál, mit csináltál? Géza állt, és azt mondta. Hát az úgy történt, az úgy volt, az úgy történt, hogy... Húha, valamit mondani kell az anyunak, de mit? Itt szoktak a gyerekek nekem segíteni, nagyon jó ötleteik vannak, hogy mondja azt a Géza, hogy magától gyulladt ki. De az anyukája nem szokta ezt elhinni. Akkor hazudja azt a Géza, hogy a karácsonyfán voltak gyertyák, de hát nem voltak a karácsonyfán gyertyák, hanem ilyen elektromos cucc. Akkor mondja azt a Géza, hogy akart főzni teát, és úgy gyújtotta meg a gyufát, de hát nekik nem gáztűzhelyük van, hanem elektromos. Akkor mondja azt a Géza, hogy a szomszédban lakó kisfiú jött át és gyújtotta meg, de hát az azért nem jó, mert nem egy kisfiú lakik a szomszédban, hanem egy nyolcadikos. És hogyha azt hazudja, hogy ő volt, akkor kiderül, hogy nem ő volt, akkor a nyolcadikos fiú is megveri, meg az anyu is nagyon-nagyon mérges lesz. És addig gondolkozott a Géza, addig gondolkozott, nem jutott eszébe semmi jó ötlet, és a végén ezt mondtam. Az úgy volt, hogy egyedül voltam itt, nagyon féltem, és felhúztam az apakabátját. Én tudom, hogy el szólt felhúzni az apakabátját, de nem volt itt senki, nagyon félt, felhúztam az apakabátját, és bele volt a nyufa, és akkor megtaláltam, és akkor megjutottam, megsütött az ujjamat, nagyon féltem, és akkor ráest a függöny, és akkor kinyúlt a függöny, és akkor nagyon megijedt, és jött a hóember, és eloltotta. Kisfiam, nem a hóember oltotta el a tüzet, te oltottad el a tüzet, csak nagyon megijedtél, és figyelj, ha megígéred, hogy soha többet nem bántod a gyufát, akkor segítek fölépíteni a hóembert. Jó, de a hóember oltotta el a tüzet. Kisfiam, nem a hóember oltotta el a tüzet, te oltottad el a tüzet. Az ablakpárkányon találtál havat, és azzal eloltottad, csak nagyon megijedtél. Ha megígéred, hogy soha többet nem bántod a gyufát, akkor építünk hóembert. Jó? Jó. Jó. És Géza az anyukájával kiment a kertbe, és gyönyörű szépen újra felépítették a hóembert. Hát, immáron harmadszor. Géza még kesztyűt se húzott, olyan gyorsan építgette a hóembert. Aztán egyszer csak az anyu meglátta a kalapot. Nagyon gyanús volt neki. Mit keres a kalap tele játékokkal az ablakpárkányon? Kérdezte is Gézát. Kisfiam, hogy kerültek ide ezek a játékok itt az ablakpárkányra? Géza kapásból kezdte volna hazudni. Hát az úgy történt, hogy izé. És aztán arra gondolt, megmondja az igazat. Anyu, az úgy volt, hogy nyáron a szomszéd kislányoktól elloptam a játékot, és elástam őket a homokozóban, de léci, javítsuk meg, mossuk ki, és visszaviszem, és bocsánatot kérek mindenkitől. Anyukája csak ennyit mondott erre. Aztán azért, mert igazat mondott, megbocsátott, és Géza az összes játékot egyedül
kimosta, meg kijavította, megvarta, és visszavitte minden kislánynak, becsöngetett, és bocsátott kért. Bocsátnának, hogy elloptam a játékot, bocsátnának, hogy elloptam a játékot, soha többet nem csak kell. Bocsátnának, hogy elloptam a játékot, bocsátnának, hogy elloptam a játékot. És aztán föltette a kalapot a fejére, a söprűt oda támasztotta az oldalába a hóembernek, a sálat visszakötötte a nyakába, sűrű bocsánatkérések közepette, és mondta, ne haragudj, hogy elloptam a születésnapodat, meg a sálat, ne haragudj, anyukája kérdezte. Kivel beszélgetsz, kisfiam? Semmit, csak így magammal beszélek, így megazítottak, mint semmi, minden rendben van, csak így magammal beszélek. És mikor minden rendben volt, akkor megfordította a sapkáját, és eldöntötte, hogy most már nem gonosz Géza lesz, hanem Géza. A hóembernek ez volt a harmadik születésnapja, mert hát háromszor építették újjá, és egy születésnapon ajándék is dukál. Neki csak a sapkája volt, ezért föltette a hóember fejére, és mondta neki, boldog szülinapot. Tudta, hogy én ott lakom a szomszédban, és nekem van gitárom, tudok gitározni. Engem meghívott, hogy én legyek a zenekar. És aztán 77 hóembert is hívott vendégségbe, és 77 hóember megjött vendégségbe a hóember harmadik újjászületős születésnapjára. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66, 77. És én voltam a zenekar. Így aznap este a havas kertbe 77 hóember jött vendégségbe. Ki hallott már ilyen zenét? Fejük fölött fütyült a szél, talpuk alatt hízott a jég, s örültek, hogy kemény a tél. No meg a málna ízű jég csapoknak, ezer gombóz dérfagyinak, karamellázus marának, vaníliás hótortának, málna ízű jégcsapoknak, ezer gombóz dérfagyinak, karamellázus marának, vaníliás hótortának, málna ízű jégcsapoknak, ezer gombóz dérfagyinak, karamellázus marának, vaníliás hótortának. És Géza boldogan élt, komoly, felelősségteljes, felnőtté cseperedett és hasznos tagjává a társadalomnak. Köszönjük szépen, ennyi volt a mese, viszontlátásra gyerekek, sziasztok!